Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, örülök, hogy ilyen szép számmal megjelentünk a karácsonyi kis előzetes karácsonyi ünnepéinkön, és most megkérnék mindenkit, hogy gyújtsuk meg a kis csillagszórónkat, és énekeljük el együtt a mennyből az angyalt. Bementem a suliba, és rögtön reggel dolgozatot írtunk matekból, és nem is szólt előre a tanár. Hát mi nem olyan nagy baj? Persze, ez még nem. De aztán a szünetben észrevettem, hogy itthon maradt az uzsonnám, és pont ma reggel nem reggeliztem, mert későn ébredtem fel. Nem volt rá idő. Olyan éhes voltam, mint egy farkas. Igen, emlékszem. Én sem ettem reggelit. De anya oda tette az uzsit az asztalra. Igen, csak hogy elrohantam, és elfelejtettem berakni. Oh. De még ez sem minden. A fecó, tudod, a legjobb barátom, kölcsön kérte a telefonomat. És lebeszélte a fél kártyámat, és amikor szóvá tettem, azt mondta, ne nyavajog, különben is, egy baráttól nem ezt vártam volna, és ha nem tetszik, szólhatsz apucinak. Szóval, jól összevesztünk, mert persze, hogy ez nem tetszett nekem. Tehát, Fecó mától nem a legjobb barátom. Na bum neki! Majd kibékültök. Ti fiúk úgyis mindig összevesztek. Kibékültök, összevesztek, kibékültök. Nem éppen a lányok csinálják ezt? Ja. Én inkább úgy emlékszem, hogy a lányok ilyenek. Ide figyelj, Peti! Na, jó, jó. Legalább mi ne veszekedjünk, hugocskám. Jó. Inkább számítógépezet, vagy nézek egy videót. Hát, ha elmúlik a rossz kedvem. Peti, inkább figyelj rám! Nekem jobb ötletem van. Miért húzakodsz egymagadban? Ne nézz tovább, nézz halát! Számítógép és videó nem lesz soha jó barát. Gyere, közénk játszunk együtt, fedezd fel, mi kell neked! Szívesen az Úr Jézusnál nagyobb kincsed nem lehet! És napom történetét, bombariadó volt a suliban, az utolsó órán, és mindenki csak úgy nyakra főre rohant ki az épületből. Persze, a lépcsőn úgy tolongtak, hogy valaki meglökött, és akkorát estem a térdemre, hogy még most is sajog.
Ó. Na jó, akkor beszélgessünk. Te, én úgy várom a karácsonyt, már szinte érzem a fenyőfa illatát, ami itt szokott állni. A ajándékok, a finom sütemények... Nézzétek! Gyerekek, Peti, Zsuzsi! Hullahú, pár hét is itt a karácsony. Gyönyörű fehér karácsonyunk lesz. Megjött apa, mindjárt terített vacsorára. Szerúztok, gyerekek! Olyan gyönyörűen esik a hó. Ez igazán egy szép téli nap. Szia, apu! Szia, apa! Szervusz, drágám! Képzeld, apu, éppen a karácsonyról beszélgettünk. A sok ajándékról. Úgy várom már! Az ajándék a legizgalmasabb dolog az egész karácsonyban. Hát, kicsi koromban én is így gondoltam. De aztán valami megváltoztatta a véleményem. Figyelj csak! Láttam egy ajándékot, mi boldoggá lehet. Olyan jó volt várni, és örülni annak, mit nem is nem értem. Mindig újra vártam valami nagyon fontosat, de egyszer megértettem, hogy Jézus az igazi ajándék nekem. Mert a legnagyobb ajándék, volt veletek énekelni. Na, most már utána nézek a vacsorának. Várj csak egy kicsit. Akarok mondani a gyerekeknek valamit, és szeretném, ha te is itt lennél. Most? Hát, na jó, nem bánom. Peti, Zsuzsi, ez a karácsony a mi családunk számára egy nagyon különleges karácsony lesz. Mert nem csak mi ajándékozzuk meg egymást a szeretet ünnepén, hanem Jézus is megajándékoz minket. Igen? De hát az hogy lehet? Mivel? Biztos valami nagyon értékes dolog lesz, ha Jézustól jön. Hát nagyon-nagyon értékes lesz. Jövő karácsonykor már velünk ünnepel az új kistestvéretek is. Új kistestvérünk? Egy új gyerek a családban. Igen, egy kisbaba. De mi lett nekünk egy új testvér? Mi olyan jól meg vagyunk így ketten. Nem kell még egy nyávogós lány ebbe a családba. Hogy beszélhettek így? Én nem gondoltam volna, hogy így beszéltek. Én ismerek egy kisgyereket, akit ugyanígy nem akartak befogadni. Igen? Ki az? Ez egy régi történet. Bizony. Bizony. Ez egy igen, régi történet. Csak nem 2000 évvel ezelőtt az akkori legnagyobb birodalom, a római birodalom egyik kis leigázott tartományában történt. A poros országúton sok-sok ember vonult fáradtan, málhákkal menekülve Jeruzsálem felé. Népszámlálást rendelt el a császár egész birodalmában. Mindenkinek a szülővárosában kellett megjelennie az összeírásra. Ezért József és várandós felesége Mária is Betlehem felé tartott a poros úton. De mire a városba értek, este lett. Itt egy szép nagy ház. Bizonyára jut helyét nekünk is. Bekopogok. Ki az? Ki háborgat? Békességes jó estét kívánunk. Szállást keresnénk egy éjszakára, Isten nevében. Nekünk magunknak se elég a hely. Csak nem gondolja, hogy mindenféle idegeneket is beengedünk a házunkba. Kívült ágasak! Menjünk tovább, József. Ez úgy látom egy gazdag ember volt. Itt nem látnak minket szívesen. Ott egy kisebb ház. Próbálkozzunk ott, hiszen Izraelben a vendégszeretet Isten parancsa. József és Mária elindultak a másik ház felé. A második ház előtt két alak beszélgetett.
Már megint jön két jövevény. Nézd már, mifélék! Vidékiek, a ruhájuk is miféle rony, és nézd már, az asszony meg gyereket vár. Azán, talán már mai ilyen megszületik a porony. Na, mit gondolnak ezek? Így eljönni a vakvilágba? Csak ide benne jöjjenek, képzeld el, itt szülné meg a porontját. Gyere, bújjunk el hamar. Jó! József és Mária odajött a házhoz. József kopogtatott. Áldást és békességet kívánunk a ház lakóinak. Éjszakai szállást kérünk Isten nevében. Mit várnál itt a rendőr annyit? Nincs helyünk, nem érti. Majd éppen maguknak lesz. Elkododjék innen! És úgy született meg a világ megváltója, hogy senki nem adott neki meleg szobát fehér állat. Sem meg a házában, megzavarja a kényelmét. Gyerekek, valahogyan ez engem emlékeztet az előbbi esetre, ami itthon történt. Titeket, nem? Te, igen. Tudjátok mit? Én most kimegyek anyát megvigasztalni. Ti addig gondolkodjatok el rajta, mit tettetek. Érzem magam. Nagyon rossz, amit anyámmal tettem. Én is úgy érzem, Zsuzsi. Olyan, mintha az Úr Jézust nem akartam volna beengedni, amikor zörget az ajtón. Mintha nem szeretném őt. Ez a kisbaba a mi testvérünk. És mi gonoszul bántunk vele, és én nagyon bánom ezt. Imádkozni Jézushoz. Én is imádkoztam veled. Ő biztos megbocsájt, ugye? Igen. És anya, meg apa? No, mire jutottatok? Apa és anya, én bocsánatot kérek tőletek. Önző és szeretetlen voltam. Ne haragudjatok. Én szeretem az új kis testvéremet. Én is. És bocsánatot kérek, mert megbántottam anyát. Szeretném, ha soha nem történt volna meg ez az egész. Én nem haragszom, mert tudtam, hogy megbánjátok. És a megbocsátás olyanná teszi az egészet, mintha meg sem történt volna. Elfelejtjük. Bizony. Igen. Hát ez nagyszerű. Akkor nem leszek szomorú emiatt.
Ez életem legszebb karácsonya. Nem csak úgy kis testvérkét kaptam, hanem az Úr Jézus megbocsátotta az önzésemet. Olyan jó, hogy akkor régen mégis megszülethetett az Úr Jézus. Van egy dal, amit most úgy elénekelnék veletek. Pontosan erről az örömről szól. Jó, énekeljük el! Mondta biztos, itt lakik a Jézus Krisztus, Mennyhárd királya nevem, segíts édes Istenem. Isten fia, jó napot, jó napot, nem vagyunk mi vénpapok. Úgy hallottuk, megszülettél, szegények királya lettél. Benéztünk hát kicsit hozzád, üdvösségünk égi ország. Gáspár volnék a féle, földi király személye. Adjon Isten, megváltó, megváltó, jöttünk meleg országból, főtt kolbászunk mind elfogyott, fényes csizmánk is megrogyott, hoztunk aranyat hat marékkal, dünnyént egész vasfazékkal, én vagyok a boldizsár, aki szeretsen király. Irul, pirul, Mária, Mária, boldogságos kismama, hulló könnye zákoránál, alig látja Jézuskáját. A sok pásztor mind muzsikál, meg is kéne szoktatni már. Kedves három királyok, jó éjszakát kívánok! Szánd meg, Uram Istenem, a sírót, a kérőt, adj egy karácsonyfát, egy egeki kérőt. Minden tűlevelét ragd meg ezer jóval, mazsolával, fánkkal, mannával, dióval. Minden ágabogát tetejesen ragd meg, a kalácsot, kolbász, sonkát se tagad meg. Aggass pár milliót, öltönkét is rája, meg egy szál magazint,
kis topánkát alája. Aggass valamit rá, kicsinek és nagynak, subát a szegénynek, szívet a gazdagnak. Gyűjts alá népeket, apraját és nagyját, aztán Uram Isten, rázd meg azt a hatalmas nagy fát. Jézus születésének napja. Közismert jelképe a feldíszített fenyőfa. Változnak az ünnepi szokások, akárcsak hétköznapjaink, és velük együtt az ünnepre való készülődés is. Hagyományőrző a templomokban, köztereken, hivatalokban, üzletekben, pályaudvarokon felállított karácsonyfa. Az utcai forgatag, a díszes kirakatok, a kivilágított utcák, árkádok, a sátorosok portékái mind az ünnep közelettét jelentik. A karácsonyt nem csak a hívő emberek körében nevezik a szeretet ünnepének, hiszen a karácsonyfa állítása, a karácsony megünneplése az egész világon jelképpé vált. A karácsony köré egész ünnepkor épül, kezdve az adventtől egészen Vízkeresztig, január 6-áig. Magába foglalja Miklós, Luca, Ádám és Éva napját, karácsony után pedig Istvánét, Jánosét, Szilveszterét és az új évet. Az igen széles körben elterjedt szokások többsége napjainkban már csak az emlékezetekben és a néprajzi forrásmunkákban lelhető fel. Közülük a betlehemezés és a karácsonyi dalok éneklése maradt fenn leginkább. Az utóbbi években egyre gyakrabban látni lakása ajtajára függesztett koszorukat, az ablakokon fenyőágakból készített girlandokat. Mind nagyobb figyelmet fordítanak az emberek az ünnepi előkészületekre. Az üzletek gazdag kínálata mellett az otthon díszített díszek legalább olyan szépek, sőt az együttkészítés öröme mindannyiunk boldogsága, az a meghitt családi hangulat is benne van, ami munka közben áthat bennünket. Ez az érzés semmihez sem hasonlítható. Alföldi Géza, ha nálunk született volna. Szemállás volt Betlehemben, itt szól a karácsony története. Akkor született meg egy istállóban az Úr egy fia, Mária gyermeke. Nem volt ki szállást adjon nékik, barnok lehelték rá a meleget, nem volt egy fójája, egyetlen takarója, meséli a monda, mert ott született. De Cegléden vagy Kecskeméten, a Hortobágyon, ha született volna, az első karácsony igaz történetéről így szólna ma a bibliai monda. Rozá lép az udvar csepelte, János meg a jószágnak halmozott, a kis Péterke az öreg kandullal játszott, a puli meg hátul kalandozott. Akkor ért a ház elé József, jó tejszagot lehelt a méla csend, Mária fáradtan alig vonszolta magát, s a kerítésen át József beköszönt. Rozá fogadta hangos szóval. Mi szélsodolt erre kenteket? A törvénybe mennénk, de beteg lett az asszony, s pihenni kéne, mert ránk esteledett. Kerestünk födélt a kocsmában, de szállást a billője nem adott, hely pedig az asszony az utolsóban van már, de hiába nincs pénz, mert szegény vagyok. Már istála is elég lenne, csak tető legyen már a fejünk felett. Rozál a seprűjét a falnak támasztotta, a bodri a kiskapuig settenkedett. Takarosz vissza a beste lelke, kerüljenek csak kietek bentébb. Talán egy ágy, az csak akar majd még a háznál, hogy elfáradt szegény, eszem a lelkét. Szélestre tárta a kiskaput, Mária arca, mint a viasz, sápat. Ne ugass már, Bordi, hát nem látod, hogy vendég? Ered csak Péterke, szólj az apádnak. Jöjjön csak lelkem, segítek én, támaszkodjék rám, óvatos lépjen, úgy-úgy lelkem, kedd meg csukja be csak a kaput, de siessen, azt maga is segíjen. János is septen előkerült, kemény keze még a világ fogta, utasok, nincsen szállásuk, s beteg az asszony, behívtam őket. Miért nem tetted volna? Az asszonynak vest tiszta ágyat, az embernek meg a lócán, az ember a lócán elalhat, és valami enni sokattán a háznál. Péter egy kis borért, fiam, szaladj csak. A bodré is oda sündörgött, Péter a bugykosan már is kocog, s ameddig az asszony megvetette az ágyot, János kolbász egy köcsög tejet hozott.
Máriát már a fájdalom rázta, a párnák között csendesen feküdt, és míg az asszony terített, megnyugodva látja, hogy János a szobába éppen befűtt. A kemencében lángolt a tűz, Rozál az ágyra csendesen ott állt, s lelkükre a tiszta ágy friss párna szaga, mint a békesség, csendesen leszállott. Kint az égen a holdfény ragyogott a házra, a tájra ezüstszint holdhintett, s még nem volt éjfél, mikor meleg szobában ím megszületett a régen várt kisded. A szomszédságból akadt bölcső, Nagy Andrásségtól csipkés kis paplan, s négy-öt asszony zsipongott a szomszéd szobában, a kisteknők körül szép kör alakban. Jaj, de szép, s fiú, nézd csak apjuk, újongott Rozál, míg ott a mosta. S így született meg az Isten gyermek, már hogyha nálunk született volna. Csak egy napra Haluska Margit verse. Nem kutatom a jövendőt, várjanak, bár hosszú évek naponként hordom keresztem, csak napokból áll az élet. Egy nap gondja sose súlyos, egy nap terhe sose fáros, és az erő mindig oly nagy, mit leám az ég kiráros. Csak egy napra adj erőt és győzedelmet, csak egy napra mindig mára, s holnap mindent újra kezdek. Csak egy napra legyen enyém hit, szeretet, remény, jóság, s naponkénti győzelmekből lesz az örökké valóság. Mindennapi kenyerünket, lelki-testi táplálékban, csak naponként add meg nékünk, s akkor bízva bátran lépünk, bár előttünk szakadék van. Csak egy napra így épül föl, míg a célhoz el nem érek, naponkénti győzelmekből diadalmas örök élet. Köszönöm. Itt születtem én ezen a tájon, az alföldi szép mazónaságon. Ez a vár a születésem helye, mintha dajkám dalával volna tele. Most is hallom egy dal, elhangzik vár, cserebogál, sárga cserebogál. Gyermek vagyok, gyermek lettem újra, lovagolok hűszhasipot folyra, lovagolok szilajnát, paripán, vályogos, meg lovagolok, még kíván. Megítatom, gyilva, gyibetyá, cerebogá, sárga cerebogá. Megkondul az eszteli harangszó, kifáradt már a lovas és a ló. Hazamegy a közelébe vesz dajkán, zavtó, mondta hangzik ajkán. Hallgatom és fél államba vagyok már, cerebogá, sárga cerebogá. Igazából itt vagyunk a szeretet ünnepének a előízében már. Igazából sokat beszélünk a szeretetről, és sokat gondolkodunk a szeretetről, de igazából a legfontosabbat tudjuk-e és ismerjük-e, hogy min is múlik, kin is múlik a szeretet igazi valósága. És a mai estén szeretnék a Bibliából két igeverset, két ige szakaszt olvasni a szeretet himnuszáról, amely mindannyiunk előtt bizonyára ismert 1 Korintus 13-ból. Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyan lettem, mint a zengőérc vagy pengőcimbalom. És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is, és ha egész hitem van is úgy annyira, hogy hegyeket mozdíthatok is ki helyükről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok. És ha vagyonomat mind felétetem, és ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból. A szeretet hosszú tűrő, a szeretet kegyes, a szeretet nem irigykedik, nem kérkedik, nem buvalkodik fel. Nem cselekszik égtelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonosz, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem fogy. És a Máté evangéliumából szeretnék még egy mondatot olvasni. Amint akarjátok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindaz, ti is úgy cselekedjétek azokkal, mert ez a törvény és a profétánk.
Visszatérek az alapkérdéshez, néhány gondolatban röviden szeretnék szólni. Igazából ki is az, aki múlik a szeretet? És a szeretethez igazából nagyon nagy szükség van arra, hogy önmagamat odaadjam, önmagam is részt vegyek abban, hogy a szeretet nyilvánvalóvá váljon. Az igazi szeretet nem önmagának gyűjt, hanem az igazi szeretet mindig ad. Szeretném egy verssel, egy átdolgozott szeretethimnuszával beleszőve ezt a gondolatot egy picit továbbvinni. Ha házamat fenyőágakkal, gyertyákkal, égőkkel és csilingelő haragbocskákkal díszítem fel, de a családom felé nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint díszlettervező. Ha a konyhában fáradozom, karácsonyi süteményeket sütök, kilószámra ízletes ételeket főzök, és az evészhez csodálatosan megterített asztalt készítek elő, de a családom felé nincs benne szeretet, nem vagyok egyéb, mint egy szakácsnő. Ha a szegény konyhán segédkezem, az öregek otthonában karácsonyi éneket éneklem, és minden vagyonomat segélyként elajándékozom, de a családom felé nincs bennem szeretet, mindez nem használ nekem. Ha a karácsonyfát csillogó angyalkákkal, horgolt hópelyhekkel díszítem fel, ezernyi ünnepen veszek részt, a templomi kórusban énekelek, de Jézus nincs a szívemben, akkor nem értettem meg, hogy miről szól a karácsony. A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy gyermekét megöleljem. A szeretet hagyja a lakásdíszítést, hogy megcsókolja házastársát. A szeretet barátságos az idő szűke ellenére is. A szeretet nem irigyel másokat házukért, amiben jó kiválasztott karácsonyi porcelán és odaillő asztalterítő van. A szeretet nem kiált rá a gyerekekre, hogy menjenek az útból. Hanem hálás érte, hogy vannak, és útban tudnak lenni. A szeretet nem csak azoknak ad, akiktől kap is valamit, hanem örömmel ajándékozza meg épp azokat, akik ezt nem tudják visszahozni. A szeretet mindent elvisel, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr, a szeretet soha el nem múlik. A videójátékok tönkre mennek. A gyöngysorok elvesznek. A számítógépek elavulnak. A szeretet ajándéka megmarad. És a kérdés ismételten így hangzik. Vajon, ha szeretetet adunk, mit fogunk kapni? Ha szeretetet adunk, szeretetet fogunk kapni. Sokszor felhangzik kérdés emberekben, hogy miért nem szeretnek, miért van bárki gyűlölettel felém, vagy rossz indulattal. Amit adtam, azt kapok. És ahogy az ige is tanácsol és tanít bennünket Jézus Krisztus szavaink keresztül, amint szeretnétek, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, ti is aképpen cselekedjetek. Ha lenézek másokat, ugyanezt fogom visszakapni. Ha haragos vagyok, visszaköszön nekem is. Ha türelmetlenkedek másokkal, velem is türelmetlenkedni fognak. És felteszem a kérdést, ennek soha nem lesz vége? Nincs megoldás? Mindig ugyanaz történik? De igen. És kin múlik? A döntés az én kezemben van, és mindannyiunk kezében van. És mivel kezdődik? Hogy elkezdünk jót tenni. Elkezdünk adni, elkezdünk szeretni, elkezdünk értékelni és becsülni,
másokat. És nyilvánvaló, hogy ez fontos, hogy mindannyi életében nyilvánvalóvá váljon, hiszen a szeretet ünnepe előtt úgy szeretnénk sokat kapni a szeretetből. Emberek ezrei, akik hajléktalanok és különböző helyeken élnek, szeretnének szeretetet kapni. Mindenki, aki el tudja kezdeni a szeretet adását, azt kapni is fog belőle. Igazából ez a forrás, a szeretet forrása gyakran az ember saját képességéből és erejéből gyorsan kifogy. Mert az ember önmagától, születésétől és természetétől, az emberi természetétől fogva mindent magának szeretne. És ezért Isten terve az volt, hogy 2000 évvel ezelőtt a júdeai Betlehemben megszületett Jézus Krisztus, aki elhozta azt a fajta szeretetet, amely nem, aki nem érdekből és nem érdekek miatt szeret, hanem csak szeret. És ezt a példát hagyta és mutatta be nekünk, és ő ma is megtapasztalható, és mindaz, aki szeretne szeretetet adni, a lehetőség megvan arra, hogy Jézus Krisztust életébe hívja, és akkor átérheti, és megtapasztalhatja azt, hogy vele könnyebb a szeretetet adni, és nem begyűjteni akarja, és begyűjteni akarjuk a szeretetet, hanem adni másoknak. Adni jobb, mint kapni. Amen. Köszönjük. Közeledik karácsony, és ahogy a gyermekek szokták mondani, már csak 5-öt kell aludni, és eljön a karácsony. Én minden egyes karácsonykor visszagondolok az egy évvel ezelőtti karácsonyra, van egy ilyen szokásom, és ezt most is megtettem ezen a karácsonyra való készülésem közben is, és nagyon sok minden változik egy év alatt. Sok minden változik, mi is magunk változunk, változik a környezetünk, és egy biztos, hogy egy évvel idősebbek lettünk mindannyian, és vagy egy évvel erősebbek lettünk, vagy egy évvel gyengébbek lettünk, és van egy barátom, akivel egy évvel ezelőtt még tudtam beszélgetni, és most már nem tudok vele beszélgetni, mert meghalt. Sok minden változik egy év alatt, és most karácsony közeletével érezzük és tapasztaljuk magunkon, a környezetünkben az, hogy nagy a sürgés, forgás, nagy a rohanás, és nagyon jó megállni karácsonykor és elcsöndesedni. És hadd kérdezzem meg azt, hogy kik azok az itt jelenlévők közül, akik már betöltötték a 70. életévüket. Köszönöm. Nagyon jó odafigyelni életünkre, mert én is sokszor észreveszem magamon azt, hogy az idő, főleg hogyha rohanok valahol, akkor így kicsúszik a kezünkből. És előfordulhat, hogy életek is kicsúsznak a kezünkből, ha nem tudatosan élünk, és egy nagyon érdekes tanulmány hadosszak meg, ami egy tanulmány arról, hogy egy 70 éves ember, egy 70 éves, egy átlagos 70 éves, hogyan használja ki az idejét. És ez a tanulmány úgy szól, ez a tanulmány kimutatta, hogy az átlagos 70 éves ember 24 évet tölt alvással, tehát ezt úgy kell érteni, hogy ha folyamatosan egymás mellé tennénk az alvási mennyiséget, akkor összesen 24 évet töltene ki az életünkből. 14 évet munkával, 8 évet pihenéssel, 6 évet az étkezőasztalnál, 5 évet utazással, 4 évet beszélgetéssel, 3 évet a tanulással és 2 évet olvasással tölt. 4 évet vegyes foglalkozásra fordít. E 4 évből vasárnaponként 45 percet Isten tiszteleten tölt, 5 percet naponta imádkozásban. Ez összesen 5 hónapot tesz ki, amit Istennek ad élete 70 évből. Tehát 70 évből 5 hónap. Karácsony mindig megállásra késztet, elgondolkodásra késztet, és arra, hogy mérlegeljünk, hogy hogyan használjuk ki az időnket. És jól kell kihasználni, én csak egyetlen egy mutatást hadd hozzak Istennek, hogy hogyan használhatjuk ki az időnket.
hogy hallottuk az előző szolgálatokból is, hogy szeressük egymást. Szeressük egymást. A zsidókhoz írt levélből hadd hozzak egy igeverset. Ügyeljünk arra, hogy egymást kölcsönösen szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk. Ebben a mai világban, ahol nagyon megfogyatkozott az igazi szeretet, az igazi békesség. Hallottam sokféle békességről, hallottam olyan békességről is, amit mondott egy fiatal férjező feleségének, hogy abban veszekedjünk, mert itt vannak a szomszédok. Ez nem igazi békesség. Isten igazi békességet tud adni, és ezt a békességet kell nekünk továbbadni, és bátorítsuk egymást, adjuk tovább a szeretetet. És egy rövid, de egy igaz története, hadd fejezzem be én is. Két idősebb emberről szól, és így szól. Két súlyosan beteg ember feküdt ugyanazon porteremben. Egyikük minden nap délután felült az ágyban egy órácskára, hogy ezzel megmozgassa szervezetét. Az ágya a porterem egyetlen ablakához közelebbi volt. A másik beteg ember egész nap csak feküdt az ágyában, a plafont bámulva. Beszélgettek a családról, feleségről, gyerekekről, katonakorukról, a nyaralásaikról, ahogy az szokásos ilyen helyzetben. Az az ember, aki az ablaknál feküdt, minden délután, amikor felült, azzal töltötte az időt, hogy elkezdte közvetíteni a másiknak, mit lát az ablakon át a kinti világban. A másik ágyon fekvő embert egy idő után szinte csak ezek a színes beszámolók tartották életben, már alig várta őket, ez volt minden változatosság az életében. Az ablak egy kellemes, tavacskával díszített parkra nézett, vadkacsák és hattyúk húzkáltak a tavon, és gyerekek játszottak távirányító sátékhajóikkal rajta. Miközben az ablak melletti beteg kimerítő részletességgel írta le a kinti világot, a másik folyton fekvő behunyta a szemét, és maga elé képzelte a látványt. Egy meleg délután az ablak melletti ember egy a parkon átvonuló karneváli menetről beszélt. Bár a folyton fekvő ember nem hallotta a zenészeket, maga elé képzelte őket a másik érzékletes leírása alapján. A napok és hetek teltek, egy reggel a betegeket fürdetni készülő nővér az ablak melletti embert élettelenül találta az ágyban, mert az éjjel csendben elaludt örökre. Elszomorodva hívta a személyzetet, hogy kivigyék az elhunytat. Amint alkalom kínálkozott rá, a korábban a belső ágyon fekvő beteg kérte, hogy a másik ágyban fektessen. A nővér szívesen segített, kényelembe helyezve őt azon az ágyon, majd magára hagyta. Lassan, fájdalmaktól gyötörve az ablak felé fordult az ember, és megdöbbenve látta, az ablak a tűzfalra néz. Megkérdezte a nővért, mi történhetett az eltávozott szobatársal, hogy olyan szépnek festette el az ablakon túli világot. A nővér elárulta, hogy az az ember vak volt, nem láthatta még a falat sem. Valószínűleg csak bátorítani akarta önt, mondta a férfinek. Tanulság, igazi boldogság boldogabbá tenni másokat, nem törődve saját helyzetünkkel. Bajainkat megosztva csökkenthetjük őket, de ha derünket és boldogságunkat osztjuk meg másokkal, megsokszorozzuk azt. Minden nap ajándék az élettől, így becsüljük meg, napjainkat, melyek száma bármilyen sok is jusson, véges. Nagyon fontos a bátorítás, a szeretet továbbadása, és adja Isten, hogy ebben tudjon bennünket használni ezen a karácsonyon is. Köszönöm mindkét lelkésznek a szép beszédet, nagyon szép volt. Természetesen meghívtuk a két másik lelkészt is, a katolikus és a református, és biztos valami közben jött nekik, hogy nem tudtak eljönni, úgyhogy valószínű ezért nem. Most pedig megkérném a diktálezőket, hogy énekeljünk egy kicsit.